Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Hello everybody! A mai videóban a talicska kéri a törődést, már elő van készítve ide műtétre, ugyanis elég sok minden meg kéne csinálni rajta. Apróságok, de épp elég a listára a videóra. Sziasztok srácok, Reklám Tomi vagyok, és hallottatok már a Surfshark VPN-ről? Na már hogy hallottatok, hiszen YouTube-on vagyunk, és minden második YouTuber VPN-t reklámoz. És rengetegen a Surfsharkot. De most nálam is van VPN reklám, úgyhogy végre igazi influencer lehetek. Hú, ez de kínos. Na jó, de mi a tököm az a VPN? Erre azt mondja a Wikipedia. Virtuális magánhálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy megosztott vagy nyilvános hálózaton keresztül úgy küldjenek és fogadjanak adatokat, mint a számítógép közvetlenül csatlakozna a helyi hálózathoz. A kapcsolat magánjellegét az adja, hogy a VPN-en keresztül menő adatok titkosítás miatt nem láthatók az eredeti hálózaton. Most, hogy ezt tisztáztuk, miért kéne neked előfizetni a Surfshark VPN-re? De azért, mert hogyha a leírásba található linken keresztül fogsz regisztrálni és előfizet. Miért hívsz, reklámozok? Akkor 85% kedvezményt kapsz, és emellett 3 hónapig ingyen is tudod használni, és emellett még 30 napig pénz visszafizetési garanciájuk is van. Ami nem rossz. Jó, de ezt mire lehet használni? Például, hogyha nagyon sokat lógsz nyilvános hálózatokon, és nem akarod, hogy a csúnya gonosz hacker bácsi megkukolja, hogy mit csinálsz az interneten, ellopja a bankkártya adataidat, miközben YouTube Premiumot vásárolsz, és még a személyes adataiddal is visszaél, ami nem valami kellemes, ez pont a Surfshark meg tudja neked oldani. De ami még fontos lehet, az a régió lokkolt tartalmak elérése, amik olyan tartalmak, videók, streaming szolgáltatás, sorozatok, tök mindegy mi, weboldalak is akár, amelyek mondjuk az adott kontinensen, itt nálunk Európában nem elérhető, viszont az USA-ban már elérhető, vagy más típusú tartalmat adnak ugyanazok a streaming szolgáltatók, ez mind megoldható. Én benne vagyok jó pár kubai, amerikai, meg néhány orosz autós csoportba, és hogyha esetleg olyan tartalmat töltenek fel, ilyen videó, vagy akármi, amit valamiért a YouTube régió lokkol, mert egyébként a YouTube is csinálja ugyanezt, nem csak a Netflix, meg az összes többi, akkor VPN segítségével tudom magam helyezni virtuálisan. Az USA-ban meg tudom nézni ezt a tartalmat, és nem kell itt ülnöm Kelet-Európába, hogy nekem ebből már megint nem jut semmi. Emellett a Surfshark VPN-nek van még több funkciója is, ami nem fér bele ennek a reklámnak a keretei közé, mert mindenki szeretné már, hogy folytassam a videót, úgyhogy folytatni is fogom, te pedig menj le a leírásba, kattints rá a linkre, és ott tudsz előfizetni 85% kedvezménnyel és 3 hónap ingyenes használattal a Surfshark VPN-re. És ez tök jó lenne, hogyha megtennéd nekem, mert fogy a palack itt a Sziaszt a KH-ba, és drága a gáz, és nekem ez így jó lenne. Most már megy tovább a videó, de tényleg. Link. Na srácok, ez még így mondhatni majdnem fasza is lett, csak van egy apró probléma. Igen, az a probléma, hogy nem tehetem hátrébb a darut, mivel ugye ennek a lemeznek nincs alja igazából, tehát ennek van, hát láttok a videót, hogyan készült az autó, ide nem rakhatom a darut, ezen a kereszttartón lehet az egész, tettem rá egy vaslemezt, néhány csavart belehegeztettem, ugye most leveszem róla a munkahengert, és ezt a konzolt annyival fogom följebb hegeszteni, hogy éppen ne érje el az ajtót, ami nem baj, mert jó, a magasabbra fog tudni emelni, és láncot még mindig lehet rátenni, hogyha lejjebbről kell emelni. Szóval hasznosabb lesz tulajdonképpen. Úgyhogy innentől ez a motor daru, ez permanensen, legalábbis biztosan mostanában a Volvo része lesz. És a legnagyobb gondom itt a telken, hát így a pont a robur motornál is feltűnően kijött, hogy nem nagyon tudok mozgatni dolgokat, amik kurva nehezek. Az a robur motor is olyan 300-350 kg, azt nem fogom tudni megfogni és arrébb vinni, targoncám nincsen, meg ha lenne is, ezen a területen megsüllyedne, fölhasalna, maximum egy ilyen tereptargonca, egy ilyen molotov targonca, vagy valami ilyen fatelepi cucc, ami igazából ide egy kicsit overkill lenne, tudna itt elboldogulni, úgyhogy muszáj valamit kezdenem, és egyrészt egy jó barátomnál, Hello-at is láttam ezt a megoldást, úgyhogy
így készül a darus Volvo, ami nekem rohadt nagy segítség lesz, hogy cipelgetni arrébb a dolgokat. Odébb kell raknom vele a robúrmotort, odébb kell raknom az Avia motort, van egy Avia motor is itthon, az Ádámé, úgyhogy eléggé hasznos lesz. Amit még csinálnom kell vele, azon kívül, hogy felrakom a munkahenget följebb, ugye a két darab lapos vas oda, illetve ide belekötve, ugye az a húzóerőt fogja fölvenni, azért ide akarom belekötni, mivel ez kettes vagy hármas falu, vastag falu, nagyon nehéz 60x40-es zárt szelvény, és hát láttatok a Volvo építős epizódokat, jól bele van kötve a karosszériába, úgyhogy ide a lámpák mellé fogom felfogatni. És akkor készen van a daru, kap egy festést, hogy jól nézzen ki, és ennyi. Look at my kerti traktor. Nos, ezzel készült, remélhetőleg bírni is fogja. Szépen lepiszpiszeltem némi piszpisz festékkel, hogy jól nézzen ki videón, de azért a négyes lapos vasat csak nem fog elrohadni, még hogyha nincs is lefestve. Így már neki lehet állni a robbúrmotor arrébb tételének. Igen, ez a videó még mindig ott tart. Ugye az építés a Volvosba megy, az, hogy odébb rakom vele a motort, az meg ennek a videójában működik, tök jó. Úgyhogy ezt kell eltransportálnom vele, oda a Hungaroccel mellé, meg szerintem még ott az Avia motor, azt is oda lehet rakni, csak előtte itt mindent össze kell takarítanom, odébb rakodnom, meg ez a pótlaknak a padlója, ez még kurvára útban van. Úgyhogy munkára fel, és most váltok egy videót, innentől a robbul motoros videóban lesz benne, ami történik, ami meg eddig történt, az meg ugye ebben a videóban van benne. Ja. Megint ilyen videóception van. Szeretnék kezdeni valamit a hasmagasságával is, ugyanis nagyon-nagyon megül az autó, főleg hogyha most így az újdonsült darujával terhet teszünk rá. Úgyhogy hátul megnézem, mekkora rugó van benne, és próbálok keresni itthon valami olyan rugót, amit bele lehet forgatni pluszba, tehát dupla rugó lesz hátul. Elő pedig a terv szerint készítek egy közdarabot, ami kicsit megemeli a lengéslebitot a kerékagytól. És szeretnék itt elől egy ilyen 8-10 centit, meg hátul is szerintem egy 8-10 centit nyerni rajta, és akkor már alá lehetne tenni akár terepgumikat is. És akkor már is több lesz a hasmagassága, és jobban tud közlekedni majd terepen. Emellett egy pár helyen sajnos repedezik rajta a git, ezt szeretném egy kicsit megecsetelgetni, csak hogy ne rohadjon teljesen tovább. Valamint az onnan hiányzó zárat kellene pótolni, visszahegeszteni, mert sajnos ez időközben letört, és ezt is meg fogom erősíteni, mert valószínűleg ez a következő, ami eltörik. Meg valamilyen nagyon monyák módszerrel vissza fogom hebrákolni ide a tükröt, mert nagyon hiányzik, hogy itt nincs tükör, zavaró. Úgyhogy szerintem ez nagy mennyiségű önmetsző csavarral fog történni. Ja, meg előbb-utóbb ezt a gumit el kell vinnem gumishoz, mert ereszt. Amit idén nem akarok már megcsinálni, az a festés. Újra akarom festeni, egy kicsit jobban nézzen ki, megdizájnolnánk, és valószínűleg vagy forgatott felniket kapnom, vagy valami széles felniket, vagy valami hasonlót a terepgumihoz, és úgy nézne ki igazán jól. Kicsit olyan lenne, mint egy összkerekes V70. Volt belőle, azt hiszem. De első körben repüljünk rá erre a csodálatos kipufogóra. Ugyanis az egész rendszert le kell szedni sajnos, de az első részét mindenképpen, úgyhogy valahogy le fogom szenvedni innen. Közben lekerült a középső kereszttartó is, hát nem mondom, összedtük vele a helyi biovilágot, de ja, azért volt bent cucc. Lejött innen az a csodálatos kipufogócső, és enyhe problémákat látok, amik okozhatják a nagy hangerőt. Ja, hát ez problémás. Úgyhogy szép hosszú rezoncsövet fogok betenni, meg hát befészkeltek ide a fecskék, ezt a picikét itt lejavítjuk. Nem is értem egyébként, hogy lehet ilyen kukai munkát végezni. Szóval undorító, az ilyeneket tényleg tökön kéne rugni. Acélbetétes bakancsa, szörnyű. Hát ez igazán kukai munka kerítés. A lábat belehegeszteni kibufogóba, ne, tudod meg? Hú, de por van!
Ja, hát valami ilyesmi. Ezt a taknyot? Itt van ez, és nagyjából a lambda szondáig is ér, úgyhogy talán rendben lesz. Egy kicsit kisebb az átmérője, de szerintem kerti traktorban nem lesz olyan gáz. Ez elkészült, nagyjából még passzol is a kocsira, úgy háromszor próbáltam valahogy, hogy jó legyen. Picikét ezeken a fecskefészeken is javítottam. Leszarom, hogyha ott egy kicsit kifúj, őszintén szóval nem érdekel. Hát ez van akkor, hogyha félig alatta fekve az autónak porkbeleséggel próbálsz meg valamit henkölni olyan helyeken, ahol amúgy nem férsz hozzá. Szóval, ja, ez ilyen, már nem fog törni, úgyhogy mehet vissza a kocsi alá, és innen nem lesz egyik nagy hangja. Amúgy a másik probléma, hogy észrevettem, hogy szerintem ha nincs is megtörve a kábele a lambda szondának, de valószínűleg eléggé oda van. Valószínűleg azért is problémázik a motor, azért durrog. De egyelőre visszarakom, aztán ránézek OBD-vel, hogy tényleg lambda szonda jelhiba van-e. Ha meg az van, akkor meg kell egy új lambda szonda, vagy leszarjuk és használom tovább így. Ez bár fönt van, de nekem valamiért olyan érzésem van, hogy ezt a kipufogó rendszert, ha ráfókuszálna, mi úgy fölütöttük, mint a picsa. Igen, el van törve leömlő, úgyhogy ezt most szépen meg fogom kicsit csisszantani, és gyönyörűen meg fogom hegeszteni. Tudom, hogy nem lesz tartós, de nem akarok új leömlőt szerezni hozzá. Úgyhogy ja, meghegezgetem. Hát az öntvényhegesztés még minden nem az én zsánerem, de el most így megfogja egy darabig. Mondjuk úgy fémmel összeragasztottam. És annyival hátra, hogy ezt itt rácsattintsam. Ezt megnézzük, hogy most milyen a hangja. Mert hát hallottátok már a roburblokk átemelős videóba, hogy elég hangos volt. Most azért jobbnak kéne lennie. Most elég csöndes, de legalább még mindig van egy kis jó tengeres hangja. Még a hegesztő elől van, addig itt a következő apróságot kéne megcsinálni. Ugyebár ezt meg kéne erősíteni, nehogy véletlenül ez is eltörjön. Bár egy egész jó tartja magát. Azt ott szépen újra kell hegesztenem és kicsit lekezelni. Aztán akkor a hegesztős munkákkal egyelőre megvagyunk. Ez is elkészült, némi fekete festékkel megdolgoztam a hátfalat belülről, ha már egyszer amúgy is, mivel még volt belőle, vettem egy ilyen parkside-os cuccot, tök jó. Őszintén szóval nem nagyon éri meg az árát, mert annyival nem jó, mint hogyha kézzel fújnád meg, szerintem nem lehet olyan jó szabályozni, mint ha kézzel fújnád a festék sprayből, de az én gondom. Következő a gyertyák lesznek ott bent. Remélem itt van a vékonyabbik gyertyakulcsom, mert ha nem, akkor ciki lesz. És pont itt volt a gyertyakulcsom, ami tök jó. Vettem szép kupac Bosch gyertyát, ami tök jó lesz ide a motorban, mivel ezek nagyon jó teljesítményűek és tényleg fantasztikusak, és ott a legolcsóbb a bárdiban. Ezt fogjuk használni, meg hát köpködjetek, hogy milyen olajat használok. Kert traktor ott tökéletes, ebből még van 5 liter, illetve 4. Úgyhogy csapjuk is bele a dolgokat. Az olcsó szervizt, és ennyi. Meg kell nézni, hogy hol csipegeti a vizet. Megint kevés benne a víz. Úgy nincs. Úgyhogy meg kell nézni, most a vízpumpánál folyatja-e, vagy valahogy hengerfejes a kocsi, mert nem tűnik kávésnak, de hát a fene se tudja. Valahol eltűnik belőle a víz.
fölöntöttem egy kis vízzel, széthúztam a vezérlést, burkolatot nem láttam a vízpumpa körül, bekukucskáltam, nem láttam ott semmilyen vízre utaló jelet. A gyertyák is szárazak. Még azon gondolkodom, hogy lehet, hogy nem is az ajtón állázik be az autó, hanem egyszerűen folyat a fűtés radiátor, szétment, nem tudom. Fogalmam sincs egyelőre, hát majd kiadja magát a hiba, hogyha ott tartunk. Úgy gyertják benne, most még kap egy kis olajat. Aztán foglalkozunk a belterével, mert szerintem az még mindig csurom egy víz. Aha, igen. Ez berohadt. Hát nem mondom, hogy az olajszűrő nem lett megnyomorogatva egy picikét. Ami fura, mert a kultúráltan közlekedtünk ezzel az autóval. Na, szinte nem is nyomtuk neki. Na de, ott egy leeresztő csavar, itt egy olajszűrő. Ezt most nem veszem föl, mert itt szenvedek a kocsi alatt, ezt tudok képzelni. Ez lecsavar, az kicsavar, kifolyik innen mindenféle trunya, ami tök jó. Aztán dobunk föl helyette egy másikat, oda meg vissza a csavart, ügyesen. Egy új rézalátéttel, ami tömítő szerepet játszik majd. Ó ne! Olcsó olajt önt az autójába. Undorító. Szörnyű. Miért nem használ drága kasztrolt? Miért? Ennyire vele is húzhatna? És még tetézi ezt egy 4 literessel. Ha mindjárt hányok. Undorító. Csak megnyitásképpen, srácok, ez még mindig egy kerti traktor. És egyébként még mindig jó, mint ami benne van. És tekintve azt, hogy gyakorlatilag 1-2000 kilométert megy egész évben az autó, leges-leges, legrosszabb esetben, nem fog egy év alatt tönkre menni ez az olaj benne. Nem is csúnya, mi lejött belőle olaj, nincsen ebben a fémszemcsék. Igazából ez a motor szerintem egészséges, azon kívül, hogy valahol ereszti vagy eszi a vizet. Na mondom, megnézem a műszerfal alatt is majd, mert hát lehet, hogy bent engedi el a hűtővizet. Föl van öntve, igazából most jó. Olaj van benne, új gyertyák vannak benne, kipufogó van benne. Belettek igazítva ezek a motoráztető zsanírok, illetve zárak. Nem pattant ki a géptető, amikor ugye meghúztam a kart. Most ez is működik szépen. A következő az a kis festegetés lesz itt, meg a másik oldalon. Valamint ezt a tükröt kéne visszaaplikálnom rá, mielőtt nekiállok a futóműnek és a belsejének. Úgyhogy tükör és festegetés. Igen, tudom, hogy nem passzol a szín, de azon kívül, hogy zöld, de most ilyen színen van, és ezzel fogom itt végighúzni, mert nem akarom, hogy elrohadjon teljesen. Tavasszal szeretném átfesteni az autót, addig marad ilyen tarka-barka. Tavasszal kap egy új színt, kék lesz ez is. Megvan már hozzá a szín, csak nem akarom ilyen hidegben fújni, mert az abban csak a baj van, és még szarabb lesz a végeredmény, mint ezzel a zölddel. Azt meg nem szeretném. Hát akkor már végig húzzuk, akkor mindegy úgyis. Olyan szép, ja nem, de legalább nem fog rohadni. Nos, ez sikerült olyan gyönyörűen letörnünk innen a brébe, az valahogy így volt itt gyárilag, hogy az alumíniumban nem nagyon tudok itt legalábbis csarozni, itt igen, úgyhogy azt találtam ki, itt az a rugó, egyszerűen a rugóhoz fogok hegeszteni egy darab vasat, azt betunkolom ide belülre. Egy darab vasat hegeztek a rugóhoz, és itt megcsavarozom, és nem lesz állítható, de legalább rajta lesz. Azt, hogyha letöröm, akkor megint visszahegeztem. Úgyhogy nézzük is, hogy mink van, amiből lehet dolgozni. Le darab salgó polc, kiváló választás. Úgyhogy durván, lássuk, csak úgy ideig. Itt ezt levág, itt ezt elvág, és igazából jók vagyunk. Fönt van.
Hát még a kamera is lemerült, amire ezt lefeszegettem. Kijött a lámpa, kijött az index. Mondjuk lámpát nem kellett kivenni, csak nem tudom, hogyan jön széjjel, úgyhogy kivettem. Lejött a lökös, és lejött a sárvédő. Jó, meg van nyomorgatva. Hát az ajtó az marad így. Kicsit meg kikalapálom legfeljebb, talán, nem tudom. Bár aztán lehet, hogy ilyen csináld magad spotterezéssel, hogy darab vasakat rá rakok és azt meghúzkodom inverse kalapát, azt most nem fogom megcsinálni, mert teillesztés úgyis le kéne festeni. Kájra akkor, amikor festegetni akarom, annyit akarok csak, hogy amit a hegyen összemonyálkoltunk, hogy az így nézzen ki valahogy, ezt itt visszahajtani, kicsit megnyomkodni a sárvédőt, és visszarakni a helyére. Ennek nem álltunk neki a hegyen, hanem csak tessék-lássék módján megnyomkodtuk, és így most jó lett. Ezt láthatok a videóban úgyis, úgyhogy most egy kicsit jobban ki lesz masszírozva. Nos, mit mondjak erre? Ezt kérem, faluhelyen elmegy. Szerintem egyébként az ajtó zsanér is valamilyen szinten meg lett húzva, mert nem úgy csukódik az ajtó, meg eddig nem volt ekkora hézag, főleg itt fölül, tehát fölfele nő a hézag az ajtóban, hát ez van. Viszont most már egy fokkal egyenesebb, azt majd festés előtt maximum masszírozok rajta, de ez már így oké. Most viszont pakolok, aztán holnap folytatom, mert eltelt egy nap. És igazából a futómű meg a beltér van hátra. Kivesszük a szőnyeget, mert nagyon vizes, és belerohadt, meg valahogy megemeljük a hátulját, fölkeményítjük, meg az elejét is megemeljük, de azt nem keményítjük föl. És akkor erre az évre meg vagyok a Volvóval is, jövőre sárvédőszélesítés, széles felni, most hogy az lemez, vagy valami alufelnit szerzek rá, még nem tudom, terepgumi, és akkor talán nem kell tovább magasítani, de ja, gyakorlatilag egy offroad pickup lesz, ami még darus is mellé, szóval, ja, és kék lesz. Következő nap, és már össze is raktam a kocsi oldalát, elejét tök fasza. Az index a picikét el lett törve, úgyhogy ezt hiltiszalag tartja. Amikor így fogtam és így lehúztam, minden füle eltört. Nice. Azonban folytatjuk a dolgot a futóművel. Itt már elkezdtem szétborítani az autót, ugyanis kap némi böszle nagy rugót. Itt van az opció, ez kicsit rövid lett, viszont ez itt a gyári rugója, és ez lesz, ami belemegy. Szóval, srácok, egy pöppet combosabb rugót kap hátra, ami azzal jár, hogy nem lehet befeszegetni a helyére, úgyhogy most meg kell emelnem ezen az oldalon, meg kell emelnem a másik oldalon, le kell kötnem ott is a lengéssilapítót, és gyakorlatilag le kell feszegetnem az egész hidat minél lejjebb, hogy ezt ide alul gyárilag passzol, fölül meg jó lesz az úgy. Na, van egy ilyen kis pöcök, ami kiváló lesz arra, hogy a rugót a helyén tartsa. A felütés gátlót nem kapja vissza, és tele volt vízzel, tök jó vagy Tomi, mert nem fér bele, tehát ez így nem megy bele. Úgyhogy egyelőre ez így lesz, mert ez így tök jó. Úgyhogy a másikot is le kell szedni, és akkor mehet bele a rohadt vastag rugó, ami egyébként a BMW-be vettem még annó a vastelepen. Imádom, hogy a kilósárba ki lehet hozni ilyeneket. Igaz, hogy törött a vége, de ez pont nem érdekel, mert méretre pont akkora mindenkünk, amire szükségünk van. Volt ez durván 500 forint ez a pár rugó. Annyit meg tökre megért, meg van itt egy másik ilyen vastag, az szintén törött rugópár, de ugyanott vannak eltörve, úgyhogy simán használhatom még ilyen játszósokba. Az a lényeg, hogy ne üljön nagyon össze, és mégsem merebb legyen a hátulja. Úgyhogy a másik oldalt is szét kell szedni. Hát most, hogy be tudtam tuszkolni a rugót, hát szó szerint tuszkolni meg kalapálni kellett. Jó, kiemelte, mindjárt leengedem, azt meglátjuk, csak még a másik oldalon nincs fönn a kerék, hogy lássátok, hogy ez most hogyan van itt benne. Na most elég impozáns mértékű kis rugó, belemegy a gyári helyére, alul pedig a gyári módon csatlakozik. Tehát fel be van csorozva a gyári rugótartó, és ezt majd szépen leengedve, hát ha ráengedem, akkor talán rá lehet a lengéslapítókat kötni. Ha nem, akkor lengéslapító bekötést kell módosítani, mert hát itt van kirugózva a lengéscsilapító. Azt hiszem ennyi a max. És hát egy ilyen jó 5 centivel lejjebb van a csavarja.
Ami nem feltétlenül baj, csak hát majd ezt módosítani kell, hogy esetleg úgy van. Úgyhogy most felrakom még ide is a kereket, aztán leengedjük. Meglátjuk, hogyan néz ki. Kíváncsi ezek, hogy mennyire lesz magasabb, meg hogy mennyire lesz keményebb. Mert hát mégiscsak jóval vaskosabb rugó, mint ez. Idomítani kell a rugón, hogy jó helyre üljön föl. Ez így szakszerű. Az igen. Fosza. Rugó elrendezés. Szépen beidomultak. Srácok, nem tudom, és így nem, most vettem csak észre, mondom, miért olyan rohadt nehezen megy le meg föl a lengéscsapító a csavarjáról? Talán kivehető a képen, de ez kicsit el van hajolva. Na de, ott a másik. Szanaszét van hajolva a tízes csavarja a lengéscsillapítónak. Hát igen, tízmázsa idióta a platón az nem múlik el nyomtalanul. Szerencsétlen autó. Azért bazd meg, hogy ezt kibírja. Maxi respekt a Volvónak, mert tényleg nem kiméltük. Bántottuk elég csúnyán ezt az autót. És helyére szenvedtem a lengéscsillapítókat. Nem kellett hozzá csak 100 kilónyi ragasztó a platóba, ami belebasztam a kompresszort is, hogy valami nagyjából lenyomja, és még így úgy kellett rá rángatnom kézzel, hogy rá tudjam akasztani a lengéslabítót, úgyhogy ez most beton kurva kemény, és eléggé föl van emelve ahhoz, hogy egy ilyen lightosabb terepgumit, mint a Jaguar is beviseljen, tehát ami nem túl hivalkodó, de azért terepmintás, de kicsivel nagyobb falu, mint ami most rajta van. Még hátra van az eleje, meg a beltere, és akkor készen vagyunk az évre a Volvo-val. Tibi, bazd meg, ha még egyszer hozzányúlsz a Milwaukee-val a kerékcsavarjaimhoz, agyon ütlek! Hát srácok, azt hittem, hogy könnyen megúszom az emelését az elejének, de nem lesz könnyű eset, úgy látszik, mivel nem enged a féltenge és nem enged a lengőkar ennyit. Úgyhogy nem tudom megcsinálni azt a trükköt, hogy lehet, hogy szétcsavaroztam, hogy a felső csavarját a kerékhagynak alulra csavarozom be, és idrakok mellé egy vaslemezt, amivel így három darab csavarral szépen összefogatom, és akkor durván egy 10 centivel, hát nem egészen 10 centivel lejjebb kerülni a dolog. De mivel nem tudom sajnos letolni annyira a kerékhagyat, a féltengely annyira nem tud elhajolni, úgyhogy ez sajnos nem fog így működni. Úgyhogy marad ilyen magasságon az eleje. Ami azt jelenti, hogy agyon kell majd haspáncéloznom, úgyhogy az lesz majd a következő, majd valamikor, úgyhogy ezt összerakom most, sajnos ez így jött össze. Nem raktam vissza a sárcsapót se, majd megkapja legfeljebb. A lökhajítónak a belemek széttört, úgyhogy muszáj volt facsavarozni. Kár, akkor egyelőre így fog állni a kocsi. Mindenesetre, ami nekem fontos, hogy a hátulja megvan, mert az nagyon fontos volt, hogy ne üljön le annyira, tartsa szépen magát, most hát beleraktam 150 kilót majdnem, meg se rezdült alatta, teljesen jó, úgyhogy rakom össze az elejét, mert sajnos ez így marad. Meg lehetne oldani, csak sokkal-sokkal több munka és sokkal-sokkal több veszőtség, amire most nincs időm, mert ezt csak így karbantartani akartam, és foglalkozni akarok mással is, még a pótlakkal is idén. Hát marad ez az ék alakú stensz, ahogy elnézem. Az eleje az egyelőre ez van, szerintem az lesz a végső megoldás, idézőjelben, hogy terepgumit fog kapni, és akkor az még emel rajta egy 5 centit, és ennyi. Vagy és emellett kap még egy 2-3 centi is alátétet a toronyba a rugóstak fölé, és akkor ha igaz, hogy nem túl sokat, de legalább minimális emelkedni fog. A hátulja az beton kemény, brutális. Ha megnézitek, meg sem mozdul alattam, pedig aztán ma 90 kiló vagyok. Szóval ja, a műtét sikeres volt, helyek közzel.
Kis szerencse, hogy egy ilyen gyűjtögető pöcs vagyok, és amiket a BMW-hez vettem, még rúgókat nem dobtam el. Ha emlékeztek rá, 2 vagy 3 évvel ezelőtti videókban, mikor először csináltam a BMW-t, akkor próbáltam ezeket bele, és abban túl sok volt. De eltettem, mert jó nagy rúgó is tök jó. Szóval nincs más hátra, mint a beltér, de az már holnapra marad, mert kipróbáljuk, hogy mennyire fog leülni a hátulja, mert ha volt egy kis baki, ez a Robur motor itt most egy kicsit jobban fekszik, mint kellene. Ja, ugyanis a motortartóbak azt mondta, hogy ő így elengedi magát, mert amit betettem kitámasztó fodrab a másik bak helyére, az kiesett, úgyhogy vissza kell emelni szépen, és alá kell egy fával ducolni, hogy helyén maradjon. Ja, úgyhogy megemelgetjük vele a Robur motort, meglátjuk, hogy az előzőekhez képest mennyire fog leülni a hátulja. Megkönnyebb ezt bejárni, mert végre van jobb oldali tükröm is. Fölösleges alkatrész. Ezután esse kell már. Tudom, hogy gyárjasan akartam, de ez már nem az. Ez már szét lett fosztorgatva. Rohadt. Kijött a helyéről, mert nekünk erre nincs szükségünk. Ki kell fúrni az alját, mert áll benne a víz. Jé, megvan a lámpám. Jé, megvan a másik lámpám. Ha! Ezt kerestem már a hegy óta. Csak fél évig rohadt a kocsiban az ülés alatt. Jé, megvan a 10-es kulcsom. Nice. Gyere ki, nem kell lesz, ide már. De vizes, mint a másik. Á, nem, dehogy is, csak az egész úszik a vízben. Az jó, nehéz tiszta víz az egész. De Tomi, miért kellett össze-vissza püfölni a padlót, ha már egyszer amúgy is kifúrtad? Köszönöm szépen a kedves kérdést, kedves jövőbeli fejemben létező kommentelő. Azért, ugyanis ha megnézitek, a padló nagy része magasabban van, mint ahol megfúrtam ugye az alját, viszont az egész itt, ahol látszik, ez mind dobozolva van, és nem akartam beleengedni a karosszériába a vizet, csak itt tudtam kifúrni úgy, hogy egyenesen átmenjen a padlón. És ahhoz, hogy a lefolyó működjön, lejjebb kell lennie, mint minden másnak a padlón, úgyhogy meg kellett kalapálnom mind a két oldalon elég rendesen, hogy elég mélyen legyen. Most megkentem ezzel a szép zöld festékkel, egy minőségi festék nem fog elrohadni, és mehetnek vissza az ülések. Ezen már kicsit kitörölgetem, aztán kiszárad szépen a pajtában itt. Hát, mint mondtam, volt egy kis baki itt a Robur motorral. Az első tartó feladta, és remélem, hogy elakadt a másik oldal. Ó, de jó, hogy elakadtál! Ez. Ja, kicsit oda. Maradj. Esélet. Ide. És akkor visszaengedem rá. Azért picikét már ettől is megült az autó. De nem baj. Célt elértük. Ja, meg volt kérdés, hogy miért spaniferrel emeltem és miért nem lánccal. Nem volt elég hosszú láncom, hogy a robotmotort arrébb rakjam, úgyhogy muszáj volt spaniferrel emelni. De mindegyik elbír 3 tonnát, nem nagyon érintkezett éles vágó felületekkel, tehát addig, hogy odébb raktam, nem volt vele gond. Na de, megnézzük, milyen most menni az autóval. Kicsit aggasztó ez a gőzölgés. Hát tényleg hengerfejes lesz. Guruljunk vele egy kört. Hát ez innentől tényleg kell itt traktor.
A picit még melegítem, de hogyha ez a füstölgés nem tűnik el, akkor valószínűleg tudjuk, mi lesz a következő videóban. Nagyon-nagyon hasonlít a kezdődő hengerfejesedésre. Bár még nem hallatszik a motoron, de reméljük, hogy csak a kipufogóban lévő lecsapódás, mert ugye az nagyon sokat állt az autó, mert sokat ment hidegen. Annyi biztos, hogyha nagyon messzire kell vele menni, akkor ezt a darut le kell venni róla. Mert hát azért jól látszik, hogy csapkolódik, mint a picsa, de így a kertben való futkosásra meg emelgetésre tökéletes. Amúgy meg a hátsó futómű most kegyetlen kemény. Legalább arra jó lesz, hogy beleülünk 15-en, akkor nem lesz vele gond azzal, hogy leül. De az biztos, hogy gerbisztörő. nem hengerfejes, csak tele volt a kipufogó, gondolom, vízzel. Ugye most hiszem, kipárolgott, a motor bemelegedett, és ha megnézitek, egy kis olajat zabál, de... Ez nem hengerfejes. Úgyhogy jó, a Volvo életben van, mehet vissza a garázsába. Ó, bazd meg! Tudtam, hogy ez a bajod! Megvan, ezért áztál be. Rohagy meg. Most kiadta magát. Jó kis autó ez, gyerekek, gondoskodik nektek plusz contentről. Ezt gyors még adresszáljuk az issue-t itt. Belemászok ide. Meg kell nyesnem azt a két csövet, ami ide megy a fűtés radiátorra. És akkor ezt össze tudom kötni egy darab alucsővel. Ez a terv, aztán azt elfolyik a hűtővíz egy része, de majd hozok helyette fagyálót. Egy csodálatos avabilincs. Mert még valaki rosszul lenne, ezt egy normál utcai autón nem így javítanám. Csak mondom. De ez nem egy normál utcai autó, ez még mindig egy tetves kerti traktor. De jó, gondoltak rám a Volvo mérnökei. Minél kevesebb alkatrész van egy autóba, annál kevesebb tud elromolni. Ez egy alapszabály. Ügyesen van megoldva a Volvónál, mert arra a kis... arra a kis pöcsre rá lehetett húzni a csövet, és igazából össze van így kötve, így nem kellett a vágott darab csövet használnom. Egyébként ilyen esetekre tartom ezeket a, mondjuk ez pont a BMW-nek a maradék klímacsöve, mert tök jó ilyen vízcső áthidalókat lehet belőle készíteni. Ezek benn vannak egy dobozban, és akkor így mindig csak belenyúlok és kiveszek egyet, hogy azt földaraboljam és tudjam használni. Ez is például egy tök jó átkötőcső lenne. Tudom, hogy ez igazából szemét, de most egy ilyen esetekben tök jó, nem kell boltba rohangálni alkatrészért, hanem csak fogod, és a még használható cuccokból kiveszed és kész. Ja, ennyi az összes láncon, de ez nem éri át a robur motort. Még most se ért el, amikor csak egyik odat kell emelni. Valahol van még egy rahedli láncom, és nem tudom, hogy hol. Tavasszal kell egy nagy leltárt tartanom, mert ez így nem mehet tovább. A Volvo pedig el lesz itt, hozok hozzá majd fagyállót, föllövöm vele a térre, és mára ennyi. Kész van az autó, nagyjából. Az első emelés nincs meg. Folytatjuk majd a tavasszal, akkor lesz egy kis dizájnolás, meg egy kis festés, és gyakorlatilag elkészültem vele. Tudom, hogy betonkemény most a hátulja, de lehet, hogy visszarakom a gyári rugókat, vagy egy valami gyengébb rugókat a hegyi bulira, nem tudom. De viszont arra, hogy nekem itt használjam, ez sokkal jobb. Én már tényleg egy kerti traktor. Úgyhogy, ha ez a videó tetszett, MHV Corporation lent van a leírásban, és a következőben találkozunk. Addig is a Volvo továbbra is dolgozik majd a télen. Lesz róla videó, szerintem. Sziasztok!